Súlyos vádak. Borkai Zsolt szerint Győr polgármestere Dézsi Csaba András megütött valakit 300 ember előtt. A testi sértést Borkai állítása szerint másfél-két évvel ezelőtt követte el Győr polgármestere. Borkai kijelentette, ő maga nem volt jelen, de videófelvételt látott az esetről. Dézsi Csaba András adásunkig nem reagált Borkai vádjaira. Akkor legyünk őszinték. Igen. Tehát elindul. Mert? Győr korábbi szexbotrányba belebukott polgármestere tavaly nyáron az ATV heti naplójában jelentette be, hogy függetlenként indul a város polgármesteri címéért. Az erkölcsnek a mértékét nézzük, akkor azt mondtam, hogy ebben sem állok rosszul. Maga biztosan jelentette ki mindezt kedd reggel a Startban Borkai, a vele szemben a választásokon polgármester jelöltként induló ellenfeleiről. Majd újságírói kérdésekre konkrét utalást tett egy állítólagos fizikai tetlegességre, amelyet szerinte a jelenlegi polgármester Dézsi Csaba András követett el. Erkölcsös magatartása az, hogyha botrányos módon mondjuk egy polgármester egy adott szituációban tetlegességig fajuló dolgot követel. Borkai szerint az eset másfél-két éve történt, 300 ember látta. Van rá bizonyítéka? Azt mondom, hogy megvárjuk és meglátjuk. Ez viszonylag könnyen eldönthető kérdés. Láttam azt a felvételt, amin ez megtörténik. A tetke szinten ez megjelent Győrben. Ezt már a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület győri jelöltje mondja, akinek a győri polgármesteri székért való indulását a Momentum és az LMP támogatja. Úgy fogalmazott, annyit hallott, hogy egy helyi vállalkozó születésnapi eseményén történhetett az incidens, de videót nem látott róla. A Dézsi polgármester úr az elmúlt egy-két évben, tehát amióta ez a történet előkerült, több kísérletet is tett arra, hogy előre formáljon narratívát ebben a kérdésben. Tehát tett olyan nyilatkozatot, amiben elmesélte azt, hogy történt egy olyan eset, amikor a felesége rosszul lett egy rendezvényen, hasonlóképpen írtak le, mint most Borkai Zsolt, és onnan őt ki kellett vinnie, és akkor senki nem segített, hanem mindenki videózott. Pinter Bence szerint a Borkai kontra Dézsi helyzet egy bosszúállási kör, ami nem tesz jót a városnak. Nagyon rossz folyamatnak látja a Republikon Alapítvány elnöke azt, ami a magyar politikában kezd felerősödni. Ilyennek tartja a Dézsi videó ügyet is. Ennek a lebegtetése, a bedobása semmibe egy olyan helyzetet teremthet, hogy Győrben sem azt kell, nem azt fogják minősíteni a győriek, hogy ki a jobb polgármester, ki tesz jobbat a városnak, hanem azt, hogy ki követett el nagyobb erkölcsileg vállalhatatlan tevékenységet, és ezzel folyik a verseny. Kerestük az ügyben Győr polgármesterét, Dézsi Csaba Andrást, de adásunkig nem értük utol. Az RTL.hu-nak Dézsi csak annyit mondott, normálisan gondolkodó ember nem foglalkozik Borkai Zsolttal.